Úgy kezdett a Kisvárda, ahogy valamennyi eddigi hazai meccsén, azaz engedte meglépni ellenfelét Kovács Péter együttese. A 13. percben már 13-3-ra vezetett a Dunói Város. A folytatásban faragtak hátrányukból a várdaiak, de a szünetben így is 7 góllal álltak jobban a vendégek. A második játékrész is rémálomszerűen indult a házigazda számára, Zsinórban 6 gólt lőtt a Dunói Város, amivel el is döntötte a mérkőzést. A hátralévő időben csak a különbség volt kérdéses, végül 9 gólos vereséggel zárta a meccset a Kisvárda. Kísért a múlt, ugye minden meccsünk, majdnem minden meccsünk így kezdődik, hogy az ellenfél a mérkőzésen öntettem és említett eszélyet, hogy ezt legfeljebb szépíteni tudjuk. Ma még el sem tudtuk a második fél időbe, csak annyit, hogy valamivel közelebb kerültünk, hiszen volt már 13 gól különbség is a két csapat között, ha jól emlékszem, hogy több nem. Hát nem tudom. Ez egy nehéz iskola, tehát ezt tanulni kell, tanulnunk kell az NB1-et. Hát az ember mindig csak abba bízik, hogy elkövetkezendőben, tehát hogy tanulunk belőle, hogy ez jobban fog működni. A Dunai Városiak edzője szerint döntő volt, hogy mindkét fél idő elején több góllal el tudtak lépni ellenfelüktől. A védekezésünk is koncentrált volt, feszes volt, agresszív volt, a támadójátékunk is jól sikerült. Tudtunk ott könnyű gólokat lőni gyors indításokból. Aztán egy kicsit fölengedtünk, annak tudatában, hogy nagyobb a különbség, a gólkülönbség a két csapat között, ezt a Kisvárda azonnal kihasználta. A második fél idő elején az öltözőbe egy picit ismét összekaptuk a csapatot, elmondtuk a lehetőségeket, mit kellene csinálni, hogyan kellene játszani támadásban, védekezésben, koncentráltabban kellene lenni. Az NB1 tabellájának élén az Érd áll 13 ponttal megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 12 pontos Győrt és a szintén 12 pontos Dunaui Várost. A Kisvárda 4 ponttal a 9. helyen állva várja Vác pénteki vendégjátékát.